átadták a déli tehermentesítőt. Kisvárda így mentesül a teherforgalom alól, illetve mérséklődnek a településen a környezeti ártalmak. Csökkent a tojására. Az ünnepi időszaknak köszönhetően olcsóbb a tojás még az év végéig. Plusz béremelés. A Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház dolgozói az alapemelésen túl további 10%-os bérnövekedéssel számolhatnak. Átadták Kisvárda déli tehermentesítő útját péntek délután. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az építéssel közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a 4-es számú főút Kisvárda, Ajaki út, Anarcsi út, valamint Papi út között. A beruházásnak köszönhetően Kisvárda mentesül a teherforgalom alól, mérséklődnek a környezeti ártalmak, a zaj és légszennyezés. A befejezési határidő előtt 3 hónappal péntek délután ünnepélyes keretek között átadták Kisvárda déli tehermentesítő útját. A projekt keretein belül egy 3,3 km hosszú, 2x1 forgalmi sávú külterületi összekötő út épült meg. Az ünnepségen beszédet mondott Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, aki hozzátette, az út megépítése kiemelkedő fejlesztés, mert lehetővé teszi, hogy a város területének legnagyobb részéről kitiltsák a teherforgalmat. Aki itt él, az pontosan érzi azt, hogy hogy telt el az elmúlt mondjuk 5-8 évünk, amikor hál' Istennek a Kisvárda ipara és a környékbeli települések ipara fejlődik, mondjuk akár a Mastergoodot is nyugodtan említhetem, nem a reklám helye, de azért az a napi 20-30-40 kamion, amelyik átment a városon, vagy az, aki tapasztalta, hogy mondjuk a város déli részénről megpróbált kijön a 4-esre, az milyen nehézségek árán tudott átjönni, azt pontosan érzi, hogy ennek az útnak mi a jelentősége. Azt gondolom, hogy ennek van egy szimbolikus jelentése, és van egy nagyon komoly gazdasági jelentősége is. Kezdjük a gazdasági jelentőséggel. Igazából a város, a történelmi belvárosból ki tudjuk a kamionokat, a teherautókat tiltani, hiszen nekik is megfelelő módon biztosítjuk azt, hogy a város bármely logisztikai pontját elérjék. Ez fontos. A beruházás részeként 4 körforgalmi csomópont épült az új tehermentesítő út és a 4-es számú főút találkozásánál, a Kisvárda-Ajaki út csomópontban, az Anarcsi út csomópontjában, valamint a Mastergood Kft. Telephelyénél. Sesták Miklós kiemelte, a közös összefogásnak köszönhetően az új út az építésre szánt 11 hónap helyett alig több mint 7 hónap alatt elkészült, összesen 3,3 milliárd forintból. Ugyanakkor ez egy szimbolikus jelentőség, ahogy el is mondtuk, hogy elindultunk egy úton. Ez az úton azt gondolom, hogy jó irányba haladunk. Ennek megfelelően a közös összefogásnak köszönhető például, hogy több hónappal korábban sikerült átadni az utat, folytatódnak a többi útfejlesztések. Jól mondta, a megye eddig is kiemelten kezeli az útfelújításokat és útfejlesztéseket. Ez egy nagyon lényeges pontja, és természetesen pont, hogy rápillantunk a képre, látszik, hogy az M34-nek a tervezése is lassan majd elkezdődik, hiszen a környezetvédelmi hozzájárulásunk megvan. Jövő évben elkezdett a tervezés, pár éven belül az M34-es is ki fogja vezetni az országhatárra gyorsforgalmi úton az úthálózatot. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatója az átadáson kiemelte, a jövőben további beruházásokat tervez Kisvárdán, ilyen például az északkeleti elkerülő út megépítése, egy új körforgalom kialakítása, valamint járműosztályozós csomópont létrehozása. Csökkent a tojás ára, az elmúlt hetek folyamatos áremelkedése után most akár 2-3 forinttal is olcsóbban juthatunk hozzá a tojáshoz. Ez annak is köszönhető, hogy az ünnepek közelettével egyre nagyobb a kereslet iránta, így a termelők megengedhetik az alacsonyabb árakat. Az elmúlt időszakban drasztikusan emelkedtek a tojás árak. Nyáron akár 35 forint körül is hozzá lehetett jutni egy tojáshoz, december elején viszont majdnem a duplájába került. A kereslet nőtt a hazai termelők tojásai iránt, azonban a kereskedők nem tudtak ezzel lépést tartani. A probléma gyökere a tavalyi madárinfluenza és az idei rovarirtós botrány volt. Ez okozta a tojás rekordárát. 2 héttel ezelőtt volt a csúcsár, akkor az XL-es méret olyan 67 forint körül volt. Nagyon jelentősen megnövekedett a forgalom. Olyan volt, mintha pánikoltak volna a vásárlók, hogy felvásárolnak, mert nehogy drágább legyen. Most csökkent a héten, nagyon nagy a forgalom, saját termelésű árunk van, ezért
a főnök úgy gondolta, hogy most csökkent a héten az ünnepek alkalmából. Ez a csökkenés méretenként 2-3 forintot jelent, ami nem túl nagy változás a korábbi emelkedéshez képest. Karácsonykor a legtöbb menüsor olyan ételekből áll, amihez nagyobb mennyiségű tojásra is szükség lehet. Ez esetben már jelentősebb összeg maradhat a vásárlók zsebében, de sokan még így is túl magasnak találják az árakat. 30 darab tojást vásároltam pillanatnyilag, bár odahaza van még tojásom, de a karácsony és a karácsonyi utáni ünnepek alatt azért bőven lesz tojásfogyasztás. Hogy mit fogok belőle sütni, illetve főzni, hát az, ahogy a szokáshoz szokott lenni, bellitől kezdve a bobájkáig, hát mindenfajta más ilyen tojásos ételekig, így még konkrétan még nem tudom, de az a lényeg, hogy legyen. Gyerekeimnek is szoktam belőle úgy ajándékozni, mert azért elég borsos az ára, meg kell őszintén mondani. Nem is értjük miért igazán, de hát ez van, úgyhogy mindenféleképpen amire szükséges, azt az ember így csak megoldja, csak megveszi. Az előrejelzések szerint ez a csökkenés csak átmeneti. A szakemberek szerint pár hónap múlva akár a 70-80 forintot is elérheti a tojás darabára. Decemberben már a megemelt bért vihették haza az orvosok és az egészségügyi dolgozók. A központi bérnövekményen túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház saját forrásból további 10%-os béremelést tudott nyújtani dolgozóinak, mondta el televíziónknak az intézmény főigazgatója dr. Adorján Gusztáv. Hozzátette, sok év után idén először nem lesz az év végére szállítói tartozása a kórháznak. Az idén novemberben az állam 54,6 milliárd forintot fordított az egészségügyi intézmények adósság rendezésére. Nincs adóssága a megyei kórháznak. Komoly eredménynek nevezte ezt a főigazgató 35 perc című műsorunkban. Az országban az ötödik legnagyobb összeget kapta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, de nem itt volt a legtöbb tartozás. Az állam novemberben egyrészt kifizette a kórházak tartozásait, másrészt a jól gazdálkodó intézményeknek úgynevezett ösztönző támogatást is adott. Ez utóbbiból kaptak nagyobb arányban a szabolcsi kórházak. A gazdálkodási mérlegnek köszönhetően idén már saját forrásból is tud plusz bért juttatni dolgozóinak az intézmény. Örömmel mondhatom el, hogy az intézményünk miután most hát a gazdálkodása már olyan helyzetbe keveredett itt az év vége felé, hogy előre gondolkodtunk azon, hogy ha bekövetkezik ez a béremelés, akkor ezt a bizonyos, mikor a garantált bérminimum és a minimálbér volt, akkor ezt az összecsúszást próbáljuk kompenzálni. Tehát itt elsősorban azoknak a dolgozóknak nyújtottunk egy durván 10%-os béremelés, ez nem kötelező, saját forrásból hajtottuk végre, akik alacsonyabb béren voltak, tehát egyfajta, azt a fajta kis különbséget, ami a szakképesítés és a minimálbér között és a garantált bérminimum között fölépett, ezt tudjuk kompenzálni. Csípőprotézis és szürkehályog műtét, ezekre az operációkra kellett a legtöbbet várni. Jelenleg a Nyíregyházi Kórházban a legközelebbi időpont csípőműtétre 2018. január, a Mátészalkai Kórházban térdműtétre 2018. júniusra van időpont. Addig, amíg 2014-ben térdprotézisre 410 napot kellett várni, jelenleg 185 napot. Csökkentek a várólisták, gyorsabban jutnak be a betegek a diagnosztikai eljárások, is, mondta el a főigazgató. Pályázati forrásból tudták fejleszteni a diagnosztikai eszközállományt. Ha valakinek baja van, és valakinek problémája van, ő neki egy külön csatornán keresztül meg kell, tehát a beutalás megvan, és el fogják neki végezni. De a szűrési programban részvő azt mondja valaki, szeretném magam megszűretni, és majd fél év múlva kap egy vizsgálatot, ő neki gyakorlatilag, ha nincs panasza, ki tudja azt a fél évet várni, hisz ez nem egy akut ellátást igényel. Ugyanúgy vonatkozik a 2 hetes szabály, tehát a daganat esetén, daganat gyanú esetén, azt megfő szakorvos, ha fölvette daganat gyanút, akkor az intézménynek 2 héten belül el kell végezni a vizsgálatokat, a képalkotó vizsgálatokat. Novembertől már elektronikus receptet állítanak ki az orvosok, élesben működik az elektronikus szolgáltatási tér. Az egységes adatbázist a kórházban is használják, biztonságosabb, hatékonyabb és kényelmesebb a rendszer, ugyanis ebben mindent naplóznak, és nyomon követhetőbbek a betegutak.
A lakó ingatlanokban keletkezett tüzek egyötöde a karácsonyi ünnepek alkalmával következik be. A Központi Statisztikai Hivatal 2016-os adatai szerint a karácsonyi újévi időszakban 7449 regisztrált lakástűz volt Magyarországon. Dóka Imre, a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője hozzátette, ezek a balesetek könnyen megelőzhetők néhány alapvető óvintézkedés betartásával. Karácsonyi ünnepek közelettével minden évbe bekövetkeznek tragikus események. Az évi 7000-nél is több magyar tűzesetből 1000 káresemény legtöbbször decemberben történik. A karácsonyi újévi időszakban évente átlagosan duplájára emelkedik a lakástüzek száma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban 7449 regisztrált lakástűz volt Magyarországon. Azért, hogy az ünnep melege ne legyen az otthonunk veszte, érdemes megfontolni néhány jó tanácsot, tette hozzá Dóka Imre, a Szabolcs megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Mindenképpen felhívnánk a figyelmet arra, hogy akár az adventi koszorúknál, akár pedig a fenyőfákon elhelyezett gyertyákat, csillagszórókat egy percre se hagyják fel ügyelet nélkül, illetve a fényfüzérekre ugyanez a szabály vonatkozik, hiszen elektromos zárlat következtében a kiszáradó fenyőágak vagy a fenyőfa is önmaga gyúlékonnyá válik, és a lángok pedig könnyen tovább terjednek a lakásban elhelyezett berendezési tárgyakra. Egyébként az otthon jellegű létesítményekben, az a lakóingatlanokban keletkezett tüzek egyötöde ilyenkor az ünnep alkalmával következik be. A lakóépületekben keletkezett tüzek tipikus keletkezési okai például a tűzhelyen felejtett zsiradék, a felügyelet nélkül hagyott gyertya, az adventi koszorú és a fenyőfa balesetek is. Ezek a tüzek megelőzhetők néhány alapvető óvintézkedés betartásával. Mindenképpen fokozott figyelemre hívnánk fel a figyelmet. Egyébként a baleseti veszélyforrás, illetve tűzesetet idézhet elő a konyhában való készülődés is. Ilyenkor ugye többször készülnek a háziasszonyok különböző ételekkel, a kigyulladó olajat viszont semmi esetre sem oltsák el mondjuk vízzel, mert ez is könnyen leforrázhatja őket, illetve a lángok jobban felcsapnak. Ilyenkor minden esetben egy fedővel fedjék le az égő olajat, illetve zárják el, vagy a villany, vagy pedig a gázsütőt. A katasztrófa védelem tanácsa, hogy amennyiben lehetséges, érdemes beszerezni egy otthoni porral oltó készüléket, ezzel ugyanis gyorsan és hatékonyan elfojthatják a lakástüzeket. A két ünnep között több mint 30 gyermeknek biztosítanak ingyenes étkezést Balsán. A 11 és 1 óra között átvehető és elvihető meleg ételek illenek a karácsonyi menühöz. A település polgármestere televíziónknak úgy nyilatkozott, ha szükséges, a környező településekről érkezőknek is tudnak segíteni. Próbasütés volt pénteken Balsa idén felújított konyháján. Itt májat és egész halat is rántottak, valamint sütöttek. Ilyen és ehhez hasonló ételeket fognak készíteni a karácsony és szilveszter közötti hétköznapokon is. Balsán több mint 30 gyereknek is meleg étkezést biztosítunk a saját konyhánkból, amelyet most az évben sikerült felújítanunk, és azt gondolom, hogy most már méltó körülmények között tudunk főzni, mind a felnőtteknek és gyerekeknek is, és reméljük, hogy a gyerekek nagyon fognak örülni, és a szüleik is, hogy a két ünnep közt is meleg étel kerül az asztalra. Az ételek a gyermekek számára szükséges tápanyagtartalommal készülnek majd. Ezeket nem csak a helyszínen lehet elfogyasztani, aki szeretné, ételhordóban haza is viheti, így akár az ünnepi asztalra is kerülhet. Az önkormányzatok általában önmaguk biztosítják a településen élők szociális étkeztetését, de Balsa polgármestere hozzátette, ha a környező kis településekről valaki segítségért fordul hozzájuk, azt is meg tudják majd oldani. A meleg ételeket két ünnep között hétköznapokon 11 és 13 óra között lehet átvenni Balsán, a Rákóczi út 49 szám alatti konyhán. Hányást és gyomorrontást is okozhat a szaloncukor és az édesség házi kedvenceink számára. Az állatorvosok azt javasolják, kifejezetten a kutyák, macskák számára gyártott jutalomfalatokat vásároljunk az ünnepi koszt helyett. Hányás, hasmenés, idegen test a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kis kedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára. Nem is beszélve a finom, édes szaloncukorról díszcsomagolásban.
A szaloncukor és a többi édesség több veszélyt rejt kutyánk és cicánk számára, mint mi gondolnánk. A szaloncukor, illetve az édességek nagy kakaótartalma mérgező lehet kisállataink részére. Kisebb mennyiségben nem, de nagyobb mennyiségben már hányást, hasmenést és akár súlyos kimenetelő problémákat tud okozni. Másik baj ezekkel a finomságokkal, hogy a kisállataink nem bíbelődnek azok kibontásával, így a csomagolásukat, a karácsonyfáról az akasztót, és akár egyben képesek lenyelni, és nagyon súlyos bélelzáródást és súlyos betegséget tud okozni. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő négylábú barátainkra. Bármennyire is nehéz ellenállni kuncsorgó kedvencünk nézésének, ne feledjük, hogy az ünnepi terüly-terüly asztalkán a fűszeres ételek, a bejgli, a zserbó vagy a szaloncukor nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatnivalókat. A nyíregyházi kosársuli számára is véget ért az év, amit két vereséggel búcsúztatott Farkasinszky Gyuláni együttese. Az amatőr kosárlabda bajnokságban szereplő nyíregyházi lányok előbb hazai pályán a Kecskemét, majd két nappal később idegenben a Diósgyőr U23-as együttesével szemben maradtak alul. A Kecskemétet idegenben már legyőzte a nyíregyházi kosársuli a bajnokságban, a sikert idehaza is megismételték volna Farkasinszky Gyuláni lányai. A mérkőzésen viszont a Kecskemét vett nagyobb lendületet, a negyedik perc végéig tartotta csak a lépést vele a kosársuli, aztán elhúzott a vendég együttes, 27-19-re nyerte az első, majd 23-21-re a második etapot. A fél időre a hazaiak húzó embere, Papp Claudio is megsérült és kiesett. Fordulás után ugyan remekül küzdöttek a kosársulis lányok, azonban hátrányukat már nem tudták ledolgozni, és 83-67-es vereséget szenvedtek. Nem maradt sok idő a feltöltődésre a nyíregyházi együttesnek, hétfőn ugyanis már Miskolcon kellett pályára lépniük Papp Claudia nélkül. Egy korábban sérülések és betegségek miatt elmaradt mérkőzés pótoltak a csapatok. A DVTK U23-as csapata vette itt is jobban a rajtot, a kosársuli végigfutott az eredmény után, néha sikerült is megközelíteniük a Diósgyőrt, aki azonban nem csak szinte végig őrizte 10 pontos előnyét, hanem a végére meg is duplázta, így 75-55-ös vereséget szenvedett a nyíregyházi kosársuli csapata a Diósgyőr U23-as csapatától. A kosársuli így a harmadik helyen fordul a következő évre, amit nehéz lesz szűriznie, hiszen több korábban meghatározó játékos mellett Papp Claudia is kiesett a sorból, a csuklótörése után megműtött irányítóra várhatóan 8 hét kényszer pihenő vár. Most pedig nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Átadták Kisvárda déli tehermentesítő útját péntek délután. Az építéssel közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a 4-es számú főút, Kisvárda-Ajaki út, Anarcsi út, valamint Papi út között. A beruházásnak köszönhetően Kisvárda mentesül a teherforgalom alól, mérséklődnek a környezeti ártalmak, a zaj és légszennyezés. Csökkent a tojására. Az elmúlt hetek folyamatos áremelkedése után most akár 2-3 forinttal is olcsóbban juthatunk hozzá a tojáshoz. Ez annak is köszönhető, hogy az ünnepek közelettével egyre nagyobb a kereslet iránta, így a termelők megengedhetik az alacsonyabb árakat. Decemberben már a megemelt bért vihették haza az orvosok és az egészségügyi dolgozók. A központi bérnövekményen túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház saját forrásból további 10%-os béremelést tudott nyújtani dolgozóinak, mondta el televíziónknak az intézmény főigazgatója, dr. Adorján Gusztáv. Hozzátette, sok év után idén először nem lesz az év végére szállítói tartozása a kórháznak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 22-én pénteken, tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Híradónk végén minden kedves nézőnknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk a Kölcsei Televízió valamennyi munkatársa nevében. Viszontlátásra!
zsibongó tömeg, karácsony. Jövés-menés a forgatagban. Szétnézek a kacatok között, és megállapítom, hogy idén is nehéz olyan ajándékot találni, aminek szellemi tartalma van. Talán kevesen keresik. Mindenütt sok ember. Az egyik kirakat előtt nézelődő gyerek kérdi az anyjától. Ugye ezt hozza el a Jézuska? De jó, legalább a gyerekektől nem vesszük el a karácsony misztériumát. Arrébb egy koldus, mindig ugyanazon a helyen kéreget. Szegény elesett emberek, akik vágyják a számukra az adakozásoktól is többet érő emberi szót. Elmegyek én is mellette csendben, és találok a zsebemben némi apró pénzt. Körbenézek magam körül. Fényes öltönyökben köpönyek forgató emberek. Fiatalok mobiltelefonokkal. Nevetés, forralt bor, mézes kalácsillat és egy jóságos mosoly a meghitt ünnepen. Eszembe jut egyik karácsonykor, anyám hálás pillantása, hogy élete utolsó napjait otthon, a családdal tölthette. Számára akkor az idő volt a legnagyobb ajándék. A három lila és az egy rózsaszín gyertya elégett, készülődöm én is a szeretet ünnepére, és emlékezem. Falusi kántáló öregekre gondolok, arra, hogy régebben milyen fontos volt a karácsony a családoknak, a közösségeknek. A legnagyobb keresztény ünnepet még a háborúk alatt is igyekeztek megtartani az emberek. Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Ilyenkor a szeretet és a megbékélés idejét töltjük. Kik vannak körülöttem? Karácsonykor mindig is ez volt a legfontosabb. Kislányként testvéreimmel hócsatázni az ünnepi vacsora előtt, majd jött a nagy társasjáték, közös filmnézés vagy múltbéli történetek. Befelé figyelek. Otthon vár egy kisgyerek. Azt mondom, karácsonykor beszélgessetek, nevessetek, éjféli misére menjetek, jókedvel énekeljetek, mert mennyből az angyal lejött hozzátok. Holnap is felhős, de a mainál enyhébb időre lehet számítani. A hazánktól nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén több fokkal enyhébb léghullámok érik el a Kárpát-medence térségét. Az éjjeli óránkban is sok lesz a felhő és párás marad a levegő, néhol köd is képződhet. Gyenge havazás, szitálás, a ködös tájakon ónos szitálás is előfordulhat. A nyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég. Délután néhol gyenge havazás, havas eső, este felé eső is előfordulhat. A nyugati szél estétől helyenként megélénkül. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap általában közepesen felhős idő várható, néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Karácsonykor általában gyengén felhős, napos időre számíthatunk, de az éjszakai órákban ködfoltok képződhetnek, amelyek néhol tartósan meg is maradhatnak. Legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás, ónos szitálás. Az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb lesz az idő.